Na, szevasztok, srácok, szevasztok, itt Fészpapi, Fészpapi, köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket, újra itt a nézzük együttel. Srácok, Facebook sztárokra megyünk rá, de durván a nyakukra. Szia, kicsi, megjöttem! Az a fej. Hoztam a forróidat. Na, az tök jó, köszi, jó. És képzeld el, nem találtam rajtuk egy hajszálat sem. Na. És most ezt nem értem, ez jó dolog, nem? Vagy... Ha, jó dolog. Ki az a kopasz ribanc? Ó, most! Tudom, hogy a múltkor, amikor azzal a másik csajjal volt, kitette az anya. Köszön, de most nem azért, de most annyira rendes volt, figyelj rám, miért áthívott filmezni, mert mit tudom én. Na mindegy, átmegyek hozzá, aztán majd beszélünk később vagy holnap. Na jól van. Aha, oké, vigyázok, jó, puszi! Istenem, most hallgass meg, és adj egy jelet, hogyha nem kéne átmenjek ehhez a szuperhelyes fiúhoz. Csak egy picike jelet, csak valami. Csak akkor adj egy jelet, hogyha nem szabad még filmeznem se vele együtt, semmi más nem fogok csinálni, csak adj egy jelet, hogyha nem szabad vele együtt filmezzek. Igazából most nem tudom, hogy te üzengetsz-e nekem, igazából bármikor lehet földrengés meg ilyenek, úgyhogy azt hiszem elindulok hozzá, jó? Hogyha most nem adsz egy jelet, elindulok hozzá. Lányom, maradj a seggeden, és ne menj sehova. Nem értesz te semmit, mivel megyek. Jaj. Ja, úgyhogy amit mondtam, megmondtam. Ha nem tetszik, arra van az ajtó. Jó, akkor most befejezted? Jó, befejeztem. Akkor most már elég. Jó, elég. Jó, akkor már ne is folytass tovább, nem jó? Nem is folytatom. Akkor maradj csendben, ennyi, jó? Jó, ennyi. Hú, hallod? Hallom. Ennek örülök, de te ki fogsz engem nyírni, érted? Még az is lehet. Na gyorsan olvasd fel a feladatot, Majácska, ma anyának dolga van. Hogyha Andinak 5 almája van, és 2-t a barátjának adott, akkor mennyi marad neki? Na mennyi marad, ezt már nagy csoportba tudni kell, mondjad akkor. 5 Majácska! Olvasd meg még egyszer, mert kezdesz felidegesíteni. Hogyha Andinak 5 almája van, és 2-t a barátjának adott, akkor mennyi marad neki? Na válaszolj, mert ennek verés lesz a vége, Majácska, mondjad! 20! Tiszta apád vagy, Majácska, azonnal hozd ide az övemet! Hozd ide az övemet! De anya, a live-otba vagyok. Mi van? Azért mondtam, hogy hozod az övemet, Majácska, mert megyünk a Mekibe, öltözünk fel. Az a fej. Az hű ez a csaj. Mit csinál? Ja, hogy hívják? FaceTime-on? Na végre! Mizu! Mizu, hallod, tudod mióta hívlak? Nem veszed fel dire? Ja, nem, az csak tévédek, aztán fekszek itt, ha nem hallottam, hogy hív. Az a száj! Azt hiszem, amit lettek erről az... Ezt várja még egyszer! Figyeld azt a száját! Ne! Hadd mondjak-e valamit nektek erről az új évről. Szóval új év, ugyanaz a hülye picsa. Új évkor megfogadtam, hogy 2019-ben én fogom motiválni a barátnőimet egy jobb életre. Nem iszok és nem foglalkozok a pasikkal. Ehhez képest tegnap úgy berúgtam, hogy 122 üzenetet küldtem az exemnek. Így visszaszámláláskor még imádkoztam is. 3, 2, 1, Istenem!
mondtad, hogy soha többet ne írjak annak a nyomoréknak, de Isten nem figyel rám. Nyilván ő is bulizott szilveszterkor, mert azt se hallgatta meg, hogy fogyjak 5 kilót januárban. Valahogy eddig haladok az új évben, azt hiszem, hogy legjobb lesz, hogy elkezdek a nyárra készülődni. Úgyhogy hagyjatok békén az új évi fogadalmas kérdéseitekkel, oké? Hagyj igyam nyugodtan a detox uborkás vizemet, bár esélyes szart se, de legalább próbálkozok, oké? Oké. Kicsim, megjöttem a nőgyógyásztól! Igen, és ez miért ilyen jó? Hát mert nagyon nagy híreim vannak. Igen, mi? Na mondjad. Terhes vagyok. Mi van az, hogy lehetett, én vigyáztam? Mások tudod, ez úgy megy, mint vezetés közben. Lehet, hogy te vigyázol, de mások nem mindig. Ja, úgyhogy te vagy az első, akivel így vagyok. Amúgy mit csinálsz? Semmi, csak tévézgetek. Éhes vagyok. Éhes az én kis titem, hát ezt miért nem mondtad hamarabb? Hát hozok neked valamit. Mit mondtál? Azt, hogy mondd meg, mit kérsz, nem hagyom, hogy éhezzél. Tényleg? Neked bármi. Hát jó, akkor egy dupla sajtos mekkorján nagy menüt. A hoppá. Krumpihoz majonéz. Hoppá. A legnagyobb McNuggets édesavanyú szószal, egy McFreeze. Nem izunk? Semmit vagyok a haverok a munka után. Te nem eszel? Csak én? Veled? Semmi. Éhes vagyok. Éhes vagy? Hát akkor menjél enni. Én már voltam enni, itt kajáltunk a haverokkal. Mi van veled? Éhes vagyok. Dik. Na jó, van, lerakom most már. Felejtették oda, hogy a kapcsolat elején, meg a kapcsolat kezdben. Miért van az, hogy nem tudlak kiverni a fejemből? Gyere átfilmezni, vagy valami elleszünk. Filmezni, ugye? Figyelj, jó fiú vagyok. Most viccet félretéltem. Hát nagyon idegesít ez a másik hang. Csak te jársz a fejemben állandóan. Nem tudtam, hogy ilyen komolyak vagyunk. Drágám, mi ketten a világ ellen, Bonnie és Clyde Romeo. Találj egy fiút, kérlek! Másokkal, miért te talán igen? Másokkal. Ja, más palikka beszélget? Persze, hogy nem beszélek másokkal. Na. Na azért. Mondom, más palikka vagy valami, nem tudom. Ilyenkor az összes többi pasi mahasztik. Az anyád úristen itt. Ez bolond ez a csaj. Jaj. Hello? Tia, van egy percet? Persze. Nagyon fontos. Mondjad. Szóval az volt, hogy meghalt az exed. Mi? Nem. Nagyon durva. Nem. Úristen. De. Várjál! De nem szabad. Meghalt! Nagy M-mel. Nagy M-mel! Szóval akkor 100%-ban halott. Hallod, el se hittem, nem tudom felfogni. Úristen! Azt hittem, ez sose történik már meg. Ugye én is? De bunkó! Mekkora bunyikok! Nagyon bunkó! 100%-ig meghalt! Mi van most? Miért nézel így? Miért nem a tévét nézed? Ez kinek a haja? Ez kinek a haja? Hallod, a te haja, te pszichopata, nem normális. Tényleg az! Hallod, a csírba nézel? Nem kell így kiabálni velem! Nos, srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt veled tartottatok. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el nyomni egy lájkot. Ha jót nevettél, akkor pedig ne felejtsd el megosztani a barátaiddal, és ne felejtsd el feliratkozni sem. Köszönöm szépen, újra velem tartottatok. Facebook, jó voltam, szevasztok. Ciao.